Picivel jobb talán most a kiírás, mint az elmúlt hónapban volt. Az ilyen dolgok, azok talán tudnak lendíteni, hogy mondjuk egy szünnap van, vagy kimutazunk egy nappal előbb, akkor kicsit jobban tudunk rákészülni a mérkőzésre. Én egyszer játszottam ott, akkor pont egy rossz szériában volt a Salzburg, és nem volt túl sok néző, szóval nem volt egy túl nagy élmény, sajnos eléggé ki is kaptunk, úgyhogy egy nem túl maradandó élmény volt számomra. Egyáltalán nem a legjobb közönség a ligába, tehát azt gondolom, hogy nagyon kritikus az ottani tábor. Az látszik is rajtuk, hogyha egy-két meccset elveszítenek, akkor megcsappan a szurkolóik száma, de összességében igazából nem ad nekik akkora löketet mondjuk így nálunk. Igazán képzett játékosok alkotják a csapatukat. Mindenképpen nagyon kombinatív hokit játszanak, és elég nehéz ellenük játszani. A támadójátékuk nagyon kreatív, és a védekezésük is elég stabil, szóval elég nehéz ellenük játszani. Salzburg szerintem egy nagyon, nagyon ügyes és nagyon jól kihasználja az embereinek speciális egységeit, úgyhogy ezeket mindenképpen limitálni kell. Picivel más talán a recept, mint mikor itthon játszunk, mert akkor egy kisebb fajta nyomás is van rajtunk, hogy ugye nekünk az első gólt szerezni. Ha nem fogunk nekik sanszot adni az elején, akkor és mondjuk bele tudunk melegedni úgy a játékba, akkor én azt gondolom, hogy ott van keresni magát.